Sziasztok! Ma is mesélek nektek. A mesét írta Enyedi György. A mesé címe Tojás festés bőkenőkkel. Pár nappal húsvét előtt egy jókora plakátot szegeztek ki a kerekedő közepén álló Mikva törzsére. Figyelem, figyelem! Nagy húsvéti tojásfestő versenyt rendezünk kerekedő valamennyi tapsi füles nyuszia részére. A legsikerültebb húsvéti tojást malomkerék nagyságú káposztafejjel jutalmazza a versenybizottság. Ejha! Álmélkodott Tapsi Lajkó, mikor elolvasta a plakátot. Hallod, Miska? Fordult oda pajtásához. A legsikerültebb tojást malomkerék nagyságú káposztafejjel jutalmazzák. Hallom, hallom, bólogatott Mak-Mak Miska. Nevezzünk be mi is a versenyre, indítványozta Tapsi Lajkó. Hát, nevezzünk. Azám, de valami nagyszerű ötlet kellene. Úgy bizony. Hopp! Rikkantotta Tapsi Lajkó. Kitaláltam valamit. Fessünk virágokat a tojásokra. Virágokat? Merezte nagy szemeket Mak-Mak Miska. Hát persze, virágokat. Ez teljesen eredeti ötlet. Lelkendezett Tapsi Lajkó. Virágos tojásokról még sose hallottam. Én sem. Ismerte be Mak-Mak Miska. Fogjunk hát nyomban hozzá a festéshez. Azzal neki készülődtek a festéshez. A legelső tojásra halmatos rózsaszálat pingálok, és előszedték az ecsetet meg a festékes bőkréket. Jó, egyezett bele Mak-Mak Miska, amikor is az ecsetet a piros festékbe máltotta. És odaadta Tapsi Lajkónak. Ígyni! Álmélkodott elégedetten Tapsi Lajkó, mikor elkészült a festésével. Most pedig szárat festek neki két levélkével. Na, adta az ő festéket! Megyek! Már is adom! Készségeskedett Mak-Mak Miska, és a zöld festékes bögre után nyúlt. Azaz, hogy mégsem. Sajnos, nincs zöld festékünk. Kifogyott. Magyarult szomorúan. Micsoda? Kifogyott a zöld festék? Ilyet meg Tapsi Lajkó. Egy csepp sincs a bögrében. Akkor hogyan festsek szárat a rózsának? Nem mondanád meg? Fortyant fel Tapsi Lajkó. Nem tudom, nyugta Mak-Mak Miska. Telefonálnunk kell a festékgyárba, hogy küldjenek sürgősen zöld festéket. Irány a posta. Azon, és akkor felpattaltak. Halló! Tarka-barka festékgyár! Lieget bele a kagylóba futástól kiindulva. Igen, itt a tarka-barka festékgyár beszél. Küldjenek kérem sürgősen egy bögre zöld festéket Tapsi Lajkó címére a kerekedőbe! Sajnos egy szemennyi zöld festékünk sincs raktáron, hallatszódott akkor a kagylóból. Egy jó tanácssal azonban szolgálhatunk. Keverjen a festékhez festéket, és olyan szép zöld színt, hogy nyer, hogy na! Haló? Haló? Ismételje meg kérem, mert recsegett a készülék. Kiáltott bele Tapsi Lajkó izgatottan a kagylóba. Akkor azonban valami nagyot kapta, és a telefon elnémult. Letette, dadogta Tapsi Lajkó kétségbeesve. Csak annyit hallottam, hogy valamilyen festéket kell keverni valamilyen festékhez, és szép zöld színt nyerek. Akkor nincs más hátra, így próbáljuk valamennyi festéket. Csillant fel akkor Mak-Mak Miska szemecskéje. Mondasz valamit? Pikkantott fel Tapsi Lajkó. Futás haza! Haza-haza futottak. Otthon legelőször is a piros festékhez sárga színt kevertek, és akkor narancssárgát kaptak, majd kék színt elegítettek, pirossal, és abból lila színt kaptak.
piros színhez fehéret kevertek, és az eredmény rózsaszín lett. Végül, de nem utoljára, fehérhez feketét kevertek, de sajnos nem zöldet, hanem hamuszürke szín kaptak. Már majdnem elszontyolodtak, amikor Mag-Mag Miskának eszébe jutott valami. Mentőtlete támadt. Te Lajkó! Kiáltott felizgatottam. A sárgához még nem kevertünk kék festéket. Azám! Kapott a fejéhez Tapsi Lajkó, és már keverte is a kék színt a sárgával. Mikor végighúzta az ecsetjét, látta ám, hurrá, itt a zöld festék! És már nyomban is neki látott, hogy meghiúzza a rózsájának a hiányzó szárat, és a két levélkét. De pingált még a tojásokra más virágokat is, kék ne felejtsek, lila orgona ágat, és mindegyik gyönyörűre sikerült. Egy cseppet sem csodálkoznék azon, ha a versenybizottság neki ítélni oda a malomkerék nagyságú káposztafejet. Itt a vége, Busselvéle kerekedő közepébe. Sziasztok!